Nem bírták a hőséget a városban, ezért jöttek a velencei túra a vízibicikliző tinédzserek. A baráti társaság hűsölni és szórakozni szeretne, de mint az egyik fiatal mondja, ők azért úgy kapcsolódnak ki, hogy közben a biztonságukra is ügyelnek. Aki nem tud úszni, az nem menjen a mély vízbe, mert nagyon sok baleset van abból is. Kovács Rita szerint azonban nem mindenki ennyire elővigyázatos. Jobb oldalára dőlt a vízibicikli és beborultak. Szerda délután ezen a területen például felborult egy vízibicikli, amelynek 20 éves fiatalokból álló legénysége beleesett a vízbe, és a sporteszközt nem tudták visszafordítani. Az egyenruhásoknak azonban aznap nem ez volt az első esetük. Egy felborult túrakenú és utasainak mentése is munkát adott nekik. Gyakorlatlanok voltak, oldalra dőltek és beborultak, visszamászni nem tudtak. Szerencsére volt rajtuk mentőmellény, és így mentünk, segítettük. Kovács Rita szerint most szerencsére senkinek sem esett komoly baja, de arra hívja fel a nyaralók figyelmét, hogy a forróság ellenére is körültekintően fürdőzzenek. A vízirendőr ugyanis úgy véli, hogy a velencei tó még a leggyakorlottabb úszóknak is okozhat meglepetéseket, akár szélcsendes időben is.